Paps FM. Összeköt. Ez a Paks FM, ahol, ahogy ígértem, a telefon túlsó végén nem más, mint Hán János. Szia! Ausztriából éppen hazafelé? Szia, nem, most lett még az ebédnek, és most fogunk majd indulni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz, hát szívből gratulálunk. Tegnap délután jött a hír, EB kerettag lettél a magyar futball válogatottban. Hát kezdjük azzal mindenek előtt így a Paks FM-en keresztül először, hogy hogy érzed most magad? Nyilván nagyon jól, nagyon boldog vagyok, várom nagyon az EB-t, nagy álmom volt, hogy esetleg itt lehessek, úgyhogy igazából nem is nem tudom szavakba önteni, nagyon boldog vagyok. A hír tegnap ugye úgy érkezett, hogy a válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi az ausztriai edzőtáborban jelentette be a végsőnek szánt 26 fős EB keretet, de amennyiben publikus, kérlek, mondd már el így négy szem közt, hogy ti egyébként hogyan értesültetek erről, tehát mondjuk te személy szerint az edző személyesen beszélt mindenkivel, vagy a kihirdetéskor tudtátok meg a sajtótájékoztató előtt a keretet? A csapattal igazából, akik nem voltak benne velük, szerintem előbb egy kicsivel, de a csapattal a sajtótájékoztató előtt egy meetingen, egy megbeszélésen véglegesítette a keretet. Uh-huh. Meglepetés volt, vagy azért a sérültek miatt tudtátok, hogy hogy fog összeállni a végleges csapat? Hát azért volt egy-két kérdőjel, úgyhogy reménykedtem nyilván, de nem voltam a benne 100%-osan biztos. Azt gondoltam, jó esélyem van, és örülök, hogy összességében egy sikerült. A tegnapi bejelentéskor ugye Marco Rossi rólad is beszélt, úgynevezett új arcként említett meg, ugye Sön Szabolcs mellett, és azt mondta rólad, hogy a támadók közül te az edzéseken is megmutattad, hogy kiváló góllövő vagy, színesebbé teszed a válogatottat, illetve a válogatott taktikai repertoáriát, így fogalmazott egészen pontosan. Ezt egyébként rád és Sön Szabolcsra együtt mondta. Volt valami emlékezetes pillanatod az edzőtáborban? Mesélj egy kicsit. Hát igazából az elejétől kezdve maximálisan próbáltam oda tenni magam, éreztem, hogy azért a tempó az, meg az intenzitás az edzéseknek gyorsabb, meg nehezebb, és azt gondolom, hogy gyorsan tudtam alkalmazkodni, ami egyik kulcs volt, hogy nem mondanám azt, hogy kifele lógtam, vagy inkább lefele lógtam ki, tehát azt éreztem, hogy jól teljesítek, gólokat is tudtam edzésen rúgni játékokban, úgyhogy összességében ezért mondta fel szerintem rólam most. Uh-huh. Egyébként ugye edzőtáborból jöttök éppen hazafelé, Ausztriából. Hogy érzed, mennyire más a munka itt a válogatottban, mint mondjuk itthon a Paksi FC-ben? Hát az edzések is összességében azért nagyon sok helyen hasonlóak, egy-két változással, a játékok, a koordinációk különbségei. Annyi, hogy ugye nyilván nagyon jó játékosok vannak itt, gyorsabban kell gondolkodni, gyorsabb a tempó, és emiatt azt gondolom, hogy kicsit nekem is élesebbnek kellett lennem, de összességében a társakkal való viszonyom is, ahogy kialakult, úgy éreztem, hogy jól alkalmazkodtam be végig. Aha. A sikereid kapcsán egyébként mindig megemlítetted, hogy sokat köszönhetsz a csapatodnak, ugye a Paksi FC-nek és edzőjének, Bognár Györgynek, aki ugye bízott benned. Emellett azért egyéni fejlesztésekre is adtad magad, hiszen Shane Tussap is foglalkozik veled. Hogy érzed, ez egy szerencsés együttállása a dolgoknak, vagy most arra érett össze a munka? Egyébként mióta foglalkozik egyáltalán veled Tussap, és hogyan találtatok egymásra? Hát igazából én vele kezdtem el vele dolgozni, ugye Gyuri érkezésével a szakmai része az adott volt, tehát egy nagyon jó posztit játszottunk, ami feküdt nekem. Egyének pedig szerettem volna fejlődni a pályán kívül, úgymond mentálisan a regeneráció, illetve a kondi edzésekkel, és így együtt ennek köszönhető, hogy az idei évben talán kiegyensúlyozottabb lett, ami a jobb teljesítményt is magával hozta. Örülök, hogy így alakult igazából. Tudom, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy ezt ugye elértem, és tudom, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy ezt folytatni tudjam. Úgyhogy most az elsődleges cél, hogy a kiegyensúlyozott teljesítmény megmaradjon, és minél magasabb bizonyos létet átugrani, tehát most ugye az Európa-bajnokságra kerülni, utána esetleg, vagy hát az már ugye megvan, esetleg pályára lépni, és így tovább, tehát azt mondom, hogy az év ez így ennek köszönhető. Uh-huh. Hát akkor ennyit az egyéni felkészülésről, egy picit a csapatról. Az EB-n a címvédő ugye Portugália, de a legutóbbi két világbajnokkal, a franciákkal és a németekkel vagyunk egy csoportban, egyértelműen ez a legerősebb csoport az EB-n. Mi lehet a cél?
Természetesen tudjuk, hogy ez a legerősebb csoport, tehát három olyan ellenfelünk van, ami igazából nehéz is különbséget tenni. A top 5 csapatban benne van lehet most a világon, tehát ugye ez a három csapat is tovább jutott, tehát azt gondolom, hogy nem szabad úgy oda mennünk, hogy mi esélyünk sincsen, szeretnénk meglepni a nagy csapatukat, készülünk belőlük, és esetleg egy továbbjutást pontot megcsípni, de természetesen tudjuk, hogy olyan ellenfelénk vannak, hogy sajnos nem vagyunk a favoritok. Hát igen, nem lesz egyszerű, de van szerinted esély egyébként arra, hogy te vagy valamelyik csapattárs felhívja magára az EB-n a figyelmet? Természetesen igen, azt gondolom, 5 éve is így volt, hogy több játékos megmutatta magát, és fölhívta magára a figyelmet. Az EB-n azt gondolom, hogy ez mindig is így lesz, az Európa bajnokság az mindig egy olyan szintér a futballság számára, hogyha egy jó teljesítményt lehetnek az asztalra, akkor Európa szinten felfigyelnek rá. Még egy utolsó kérdést kérlek, engedj meg, tudom, hogy húzós a programod. Mi következik most, mondjuk a következő napokban, miután hazaértetek az edzőtáborból, illetve az első meccsig, hogy néznek ki a napjaid, és mennyit fogsz ingázni Paks és Budapest között? Hát igazából folyamatos edzések vannak, utána lesz 2 edzőmérkőzés, közötte lesz egy nap úgymond szabadság, amikor haza lehet menni, illetve a másik edzőmérkőzés után gyakorlatilag egy fél nap, és utána végig együtt fogjuk dolgozni ezt a 2,5 hetet, tehát utána már nem lesz pihenő, közösen fogunk készülni az Európa bajnokságra. Hát akkor nem sokat leszel Pakson a következő napokban. Janu, nagyon szépen köszönjük, szívből gratulálunk még egyszer. Büszke rád Paks, a térség és a megye. Jó utat hazafelé, és nagyon remélem, hogy az EB-n lőtt első gólod után is tudunk beszélgetni. Hát legyen úgy, köszönöm szépen. Nagyon jó felkészülést kívánunk, köszönöm még egyszer, szia-szia. Köszönöm, szia. A Paksi gól királlyal, Hán Jánossal, a Paksi FC futballistájával beszélgetem, nem utolsó sorban Hán Szilvia kolléganőnk fiával, akinek ezúton is, Szilvi, újfent a tegnap esti dicséretek után újfent gratulálok az egész tábunk nevében. Janó tegnap óta végleges EB-kerettag, nekünk csak Janó, a magyar válogatott futballcsapatban, ami azt jelenti, hogy részt vesz a 2021. évi labdarúgó Európa-bajnokságon, az arra való felkészülésben is remélem. Lehetőleg labdához is jut, ahogy arról beszélgetünk. A tavaly elmaradt tornát idén június 11-e és július 11-e között rendezik meg Európa 11 városában, köztük Magyarország is mérkőzés helyszín lesz, úgyhogy az EB hivatalos himnuszát nekünk illik kívülről fújni. Ezzel folytatjuk itt a Paks FM-en. Paks FM.